A Vasas utáni edzőmeccsetek után beszélgetünk, ez volt a második meccsed Lilafehér mezben, ugye egy fél időt játszottál, mesélj, hogy érezted magad a pályán? Megmondom őszintén, nem voltam a legfrissebb, de nyilván ennek a alapozásnak ez a lényege, hogy minél többet, minél jobban elfáradjon az ember, és minél jobb erőállapotban legyen a felkészülés végére az első bajnoki rajtra. Azt gondolom, hogy edzünk eleget, edzünk rendesen, szóval nem a frissességem volt ma a hangsúly, hanem próbáltam mindenki az akaraterét fitoktatni. Az első félidő, amiben játszottam is 2-2-vel zárult, azt gondolom, hogy tudtuk volna azt korrigálni egy győzelmes félidővel is, hogyha nem ejtünk kicsi apró hibákat, de azt gondolom, hogy ebben a fázisának a felkészülésben nem az a fontos, hogy mi az eredmény, hanem hogy milyen erőállapotban lesz a csapat a végére. Meg neked még nyilván az is, hogy beilleszkedj, hogy megy, hogyan fogadtak a társak, hogy érzed magad Újpesten? Hála Istennek mindenki jól fogadott, tényleg sok játékossal játszottam is együtt már, mindenki ellen pedig játszottam már. Azt gondolom, hogy mint a külföldiek, mint a magyarok nagyon jól fogadtak, mindenki próbál segíteni, mint a szakmai stáb, mindenki próbálja segíteni a munkámat, szóval ezzel sokkal egyszerűbb a beilleszkedésem. Azt gondolom, hogy én is egy nyitott személyiség vagyok ezzel kapcsolatban, szóval nincs vele gondom, akárhol is voltam eddig, megpróbáltam most is, és hála Istennek sikerült, azt gondolom. Olvastam, hogy mondtad, hogy szeretnéd itt újjáépíteni magad. Egyébként azok után, hogy Hollandiában játszottál, szerinted mi történt a karrieredben, hogy jutottál el idáig, hogy most újjá kell építened magad Újpesten? Azt gondolom, hogy a legfontosabb és a legnagyobb törés a karrieremben most ez a sérülés volt. Fél évet kihagytam a Puskás Akadémiában, szóval az utolsó fél évem nem úgy sikerült, ahogy azt elterveztem. Nyilván azért egy hosszabb sérülés után az embernek, még ha előtte jó formában is volt, akkor is fel kell magát építenie. Így meg aztán pláne az első fél évem azt gondolom, hogy helyel közel sikerült, de utána jött ez a komoly sérülés. Szóval azt gondolom, hogy ez a legfőbb oka annak, hogy újjá kell magamat építeni, és azt gondolom, hogy egy ilyen neves klubban, mint az Újpest, ez sikerülhet. Jó szakmai stábbal és egy jó csapattal azt gondolom, hogy sok mindent elérhetünk ebbe a szezonba. Személyes célok most még a minél több játék lehetőség, vagy esetleg mást is kitűztél itt magad elé? Nyilván, hogyha rövid távú célt nézem, akkor egyértelmű az, hogy minél több játék lehetőséget kiharcoljak, és azokban pedig gólokkal, gólpasszokkal szeretném segíteni a csapatot. Azt gondolom, hogy az újpesti tábor megérdemel egy jó Újpestet, szóval ehhez próbálok én is majd hozzásegíteni mindenkit és a pályán nyújtott teljesítményemmel. Rövid távú célként ez, nyilván vannak hosszú távú céljaim is, ami lehet rövid is. Azt gondolom, hogy itt, ha újjá tudom magam építeni, láss Sobot Kevin, be tud kerülni az ember a válogatottba is, szóval azt gondolom, hogy ez is egy rövid távú, hosszú távú cél is, hogy minél hamarabb vissza tudjam verekedni magam a válogatottba. Puskás Akadémiához összehasonlítva, hogy érzed az Újpest csapatát így két meccs után, vagy egy edzések után, hogy milyen erősséget képvisel szerinted? Azt gondolom, hogy nagyon sok jó játékosunk van, nyilván egy-két erősítés még ráfér a csapatra, de azt gondolom tényleg, hogy fizikálisan is, mentálisan is, és technikailag is elég jó játékosok képzik az Újpestnek a csapatát. Azt gondolom, hogy az edzés munkában sokkal többet belerakunk, remélem, hogy ez a pályán is ki fog jönni. Mit gondolsz, a pálya csak a jobb oldalán számít majd rád Nabolcs Savignevics, vagy esetleg Csobot Kevinnel cserélve, váltogatva a meccsek közben, hogy érzed, milyen posztokon számít majd rád a mester? Azt gondolom, hogy mind a két poszton bevethető vagyok, bal és jobb szélen is. Nyilván, ahol éppen a mester számít rám, ott fogok 100%-ot nyújtani. Ha az jobb, akkor jobb, ha bal, akkor bal. Nyilván, mivel a Kevin is tud jobb oldalon is játszani, azt gondolom, hogy tudjuk cserégetni is egymást, hogyha úgy van. De a legfőbb célom tényleg, hogy pályán legyek és hogy segítsem a csapatot.